Szóval, maga az? Hát, én mondjuk azért keskenyebbre számítottam. Nem probléma. Beteszünk még egy ülést. Jól ül. Még meg se kérdeztem, hogy autóba ült már? Nagyszer, ájjáj, az jó. Akkor ez meg fogja könnyíteni a dolgot. Mert ez az autó annyiba különbözik attól, amelyikben maga már ült, hogy itt nem kell 2 forintos bedobni. Meg áramszedőnk sincs. Na figyel, ahol most vagyunk, az az autó belseje. Alattunk vannak az ülések. Na, ebbe a típusba elő 2 fotel, hátul még egy kanapé van. Kormány az nincsen minden ülés előtt, gondolom hát ez már önnek is feltűnt. Amikor minden ülés előtt kormány van, a nem gépkocsi az a parlament. Na, szóval ülőhelyeink úgy előre néznek, a menetirány felé. Na ezért kérem, hogy legközelebb már ön is így foglaljon helyet, szóval ne így. Na, akkor most nézzük a kezelőszerveket. A legfontosabb kezelőszerv a rendőrkapitányság. Erre majd később maga is rájön. Na most, látja, odalent van 3 pedál. A jobb szélső gyorsításkor kell, a középső lassításkor, a bal szélső pedig akkor, ha már nem tudja, mit csináljon. Ez a kerek a kormány. 2 irányba is forgatható, mert ez drágább típus. Érti? Érti, ugye? Na, szóval, ha a kvarc óra mutató járásával... megegyező irányba forgatja, akkor az autó balra görbül. Ha ellenkezőleg, akkor ki kell fizetni a kirakatüveget. Maga még kezdő, ugye? Na, hát akkor arra kérem, válasszon nevet. Melyik tetszik? Mazsola vagy Tádé? Mazsola? Jó van. Amíg le nem vizsgázik, akkor a neve Mazsola. Vagy ha becézem, Mazsantyú. Na, így néz ki az indító kulcs. Budakesziek, meg a hasszalálogató magyarok, slusszkulcsnak is hívják. A slussz felszólító mód, és annyit jelent, hogy színhús. A kormány közepén találhatja a dudát. Eltérően az eddig útjába került dudáktól, ebből csak egy van. Ez viszont szól, hogy ne piszkálj. Van, természetesen van, műszerfalunk is van. No, a közepén 2 órát lát. Ez a nagyobb a kilométer óra, mellette van a tank óra. Miután angol kocsiba ülünk, óránként megköszöni a drága benzin. A tank jó, tank jó. Na, Mazsikám, figyeljen. Itt meredezik a sebességváltó. Próbálja meglátni, aztán megszeretni. Na, kösz. Egyenesen föl, 1-es. Hátra le, 2-es. Jobbra föl, 3-as. Jobbra le, 4-es. Na, tessék kipróbálni. Úgy, na, hát ez most 1-es. De a jövő órán még felelhet a 2-esért. Ez a kar... a kézifék teljes nevén a Budapesti Műszaki Egyetem megállástudományi kara. Na, ebbe kell kapaszkodni, ha a lábfék nem működik. Húzza meg fölfelé, úgy. Jaj, nem kell olyan erősen. Na, a kart azt adja vissza. Úgy.
Köszönöm. Na, hát most már csak a óra beosztást kellene megbeszélni. Jó magának fél öt? Igen? Mert nekem nem jó. Fél hat is jó lenne, ha ráérnék. A következő órára hozol egy javaslatot, hogy mikor érek én rá. Jó? Na most pedig menjünk ki a forgalomba. Hadd szokja magát a kocsi. Na, üljön kényelmesen. Hát kapcsolja be az övet. Hát jó, ember felülem oda is ülhet. Hát csak nem fogja elérni a pedálokat. Én nem akarok beleszólni, de mégis ajánlanám, hogy hát gyűjjön már előre. Tudom, hogy ott kényelmesebb, de hát legalább amíg tanulunk, vezessen a kormány felőli oldalon. Indítson. Picigázt kérek. Nem annyi. Tekerjük le az ablakokat, hadd menjen ki a gázszag. Próbálj még egyszer, na. Jó. A kézi féket most nem tudja kiengedni, mert be van zárva a csomagtartóba. Körülnézünk. Ajánlom figyelmébe a sík tükrünket, Bezzegi Sámuel kisiparos alkotását. Na, indulunk. Szépen. Nem kell siet. Nem kell siet. Hátsó fejem, kettes, jó. Kikerüljük a kerékpárost! Szóval nem volt valami tökéletes. Megállunk! Index! Fölsegítjük a biciklistát! Na, én úgy látom, hogy ez inkább vegyes páros, mint kerék páros. Remélem maga ezután tudni fogja, hogy a kikerülésnél a kormányt is el kell fordítani. Próbáljon már arra koncentrálni, hogy maga most nem gyalogos. Mondja, félhangosan mondta, hogy nem vagyok gyalogos. Na jó, akkor esetleg lemehetnénk a járdáról. Figyeljen, most jobb kész szabály. A busznak van előnye, ezt az előnyt nem szükséges feltétlenül behozni. Ott egy zebra, vigyázzon, vigyázzon! Most mondja meg őszintén, köl nekünk az a néni. Kérjen bocsánatot tőle. Húzza le a szoknyáját az arcáról. Jó van. Mára ennyi. Elég lesz. Rosszból is megárt a sok. Álljunk oda a két kocsi közé. Hátra menetben! Majd is segítek. Nyugodtan. Lassan jöjjön hátra. Még jöhet. Jöjjön. Még egy kicsit. Jó, most szálljunk ki, azt nézze meg, hogy mit csinál. Hála Istennek, végeztünk mára. A jövő órán megtanuljuk, hol vannak a legfontosabb kórházak. Hát szóval nézze, hogy is mondjam. Én nem akarom túl dicsérni az első óra után. Lehet, hogy átmegy a gyakorlati vizsgán, de hogy nem kocsival, az biztos.